Most pedig egy rövid háborús összefoglaló után Anton Bendázserszkivel folytatjuk a ma reggeli startot. Elképesztő intenzitással folynak a harcok a dél-ukrajnai Zaporizsia megyében, az ukrán védők és az orosz megszállók között. Kijevi közlések szerint az ukrán erők a héten előre nyomultak ezen a területen. Az ukránok állítólag a megszállók 10 diverzáns egységét és több orosz felderítő, illetve csapásmérő drónt is megsemmisítettek. Dánia speciális drónokat adott át Ukrajnának, amelyek képesek a vízben észlelni a robbanó szerkezeteket. A skandináv ország emellett tagja annak a koalíciónak, amely ukrán pilótákat képez ki nyugati vadászgépek használatára. Közben Oroszország azzal fenyeget, hogy kilép a gabonaszállítási egyezményből. Az ENSZ és Törökország által tavaly nyáron tető alá hozott egyezmény lehetővé tette, hogy a világ egyik legnagyobb gabona exportőrének számító Ukrajna több millió tonna gabonát szállítson külföldre a Fekete-tengeri kikötőkből a háború ellenére. Az egyezmény hétfő éjfélkor jár le. Az Ökonomusz külpolitikai szakértővel, Anton Bendázserszkivel beszélgetünk az orosz-ukrán fronton történtekről Skype-on keresztül. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy vállalta a beszélgetést, ha itt Skype-on is. Hát eléggé rossz híreket kapunk a háború jelenét és leginkább jövőjét illetően, mert hogy egyes hírek szerint az oroszok nagyon hosszú, több évig tartó háborúra rendezkednek be, és hát őszintén szóval a nyugati országok fegyveres támogatása, vagy fegyverszállítási támogatása az ukrán fél részére szintén ezt a hosszabb távú háborúskodást jelzi, hogy ennek a valószínűségét jelzi. Hogyan látja ezt szakértőként? Mennyire valószínű ez a verzió, vagy mennyire számíthatunk arra, hogy esetleg az év második felére kifáradnak a felek, és esetleg az megegyezés irányába mozdulnak? Én azt gondolom, hogy az ukrán ellentámadásnak az eredménye fogja meghatározni azt, hogy a háború következő szakasza esetleg meddig tarthat. Hogyha Ukrajnának sikerülne eredményeket elérni a fronton, akkor az akár arra kényszeríteni az oroszokat is, hogy kompromisszumos megoldást keressenek, hiszen ha megnézzük a háború dinamikáját az elmúlt másfél évben, Oroszország katonai ugye, teljesítménye részéről tavaly június óta nem volt jelentősebb eredmény, akkor fogadták el Szeverodonyecket, és azzal lett meg az ukrán Luhanszki megyének a teljes egésze Oroszország ugye, kontrollja alá került. Azóta pedig ugye, jelentős orosz eredmények nem voltak. Január óta volt egy jelentős intenzív orosz katonai fázis Donyecki és a Luhanszki megyében, de ott ugye, újabb területeket nem tudtak elfoglalni, ugye Bahmut kivételével. És ugye most látunk egy ukrán ellentámadást, Ukrajna pedig a tavalyi ellentámadás során a területei 40%-át, az elfoglalt területei 40%-át vissza tudta foglalni. Hogyha most ugye, újabb sikerek lennének, akkor az arra kényszeríthetné az oroszokat, hogy belátva ezt a fajta dinamikát, leüljenek tárgyalni, és valamiféle kompromisszumos megoldást tárgyaljanak ki, hiszen lehet, hogy ez lesz az utolsó ilyen jó alkalom. Ha viszont nem sikerül az ukrán ellentámadás, ugye a fronton nem látunk jelentős eredményeket jelenleg Ukrajna részéről, akkor ez pont ellenkezőleg egy hosszú, tehát a konfliktus elnyújtja hosszú távra, és ugye egyfajta ilyen befagyást eredményezhetné, hiszen ez azt jelenteni, hogy sem az oroszok, sem az ukránok nem tudtak eredményeket elérni az elmúlt időszakban a fronton. Betudható-e ennek egyébként a helyzetértékelésnek az, hogy arról szólnak a hírek, hogy az ukránok, mintha legalábbis most a hadvezetés taktikát váltott volna, és csak hogy pontos legyek, mert ugye ezek nem a saját szavaim, hanem azért mégis olyanok megfogalmazása, akik értenek a háborús műveletekhez, stratégiához, azt állítják, hogy a legtöbb szárazföldi műveletet leállították, és inkább tüzérségi rendszerekkel kezdtek el dolgozni az orosz állások és harcászati képességek gyengítésén. Egyáltalán mi a kettő között a különbség, és ez valóban egy új típusú taktikai megoldásnak számíthat-e, aminek egyébként lehet az eredménye egy látványosabb győzelem, vagy ukrán, hát mondjuk úgy, egy előretörés.
Általánosságban igaz az az értékelés, hogy Ukrajna taktikát váltott az elmúlt időszakban, de azért az nem jelenthető ki, hogy teljesen leálltak volna a szárazföldi katonai műveletek, nem csak tüzérséget vetnek be, de valóban tüzérséget az elmúlt időszakban sokkal intenzívebben használ az ukrán fél, és próbálják az orosz védelmi állásokat megsemmisíteni, azzal hátratolni az orosz védelmet. Ugye, amit az ellentámadás kezdetén láttunk, az ellentámadásnak ezen szakasza valamikor június elején indult el, tehát nagyjából 6 héttel ezelőtt, és akkor egy intenzív harcokat láttunk, páncélosok, tankok bevetésével az ukrán hadsereg próbált előre nyomulni, és próbálta áttörni az orosz védelmi állásokat, ez nem sikerült. Tehát bebizonyosodott, lehet, hogy az gondolták, hogy azt hitték, hogy a nyugati katonai technika, haditechnika segítségével olyan előnyre tesznek szert, amivel könnyedén át tudják törni az orosz vonalakat. Ez nem következett be. Azokban a hetekben Ukrajna sok haditechnikát veszített, és ezután döntöttek úgy, hogy taktikát változtatnak, és ilyen elit alakulatok beküldésével, illetve a tüzérség használatával próbálják puhítani az orosz vonalakat, próbálják meggyengíteni az orosz védelmet, és vélhetően azután, hogy az sikerült, azután küldhetnék be a tartalékaikat az ukrán haderőnek a jelentős részét, hiszen jelenleg arról beszélhetünk, hogy a felkészített ukrán haderőnek mintegy egy negyede, egy harmada harcol az ellentámadás során. Mennyi lehet ennek a stratégiának része az amerikaiaktól most beszerzett, tehát nem túl korszerű, ám annál pusztítóbb kazettás bombák, illetve tüzérségi lőszerek használható, ugye, mert ezeket nem, a légierő elég gyenge Ukrajnában, nem légi úton, hanem hát az ágyú tűz segítségével zúdítják majd az oroszokra, és mennyire állhat meg ez valóban csak a területek visszafoglalásának, tehát csak a katonák elleni harcban, mert hogy azt mondják, hogy ennek a pusztító hatása inkább a civilekre nézve lehet nagyon veszélyes. Ugye ezeknek a klaszterbombáknak, a lövedékeknek a valódi kockázata, hogy ahogyan is mondta, valóban abban van, hogyha ezek a lövedékek nem robbannak fel, mert ugye arról van szó, hogy fellőnek kvázi egy ilyen nagyobb tartályt, vagy nagyobb löveget, amely a levegőben több részre robban, és akár több száz, vagy akár több ezer ilyen kisebb robbanó töltet hull a földre, ezzel ugye nagy területet tudják megszórni, és valóban nagy pusztítást tudnak okozni. De ezek a kisebb töltetek, amennyiben nem robbannak fel, és ott maradnak a terepen, ugye később, akár már békés időszakban, valóban nagy problémákat okozhatnak a civileknek, hiszen ugye később tudnak felrobbanni ezek a töltetek. Jelenleg ugye Ukrajna, elképzelhető, hogy összefügg a két dolog, amiről most beszélünk, hogy sokkal magasabb hatékonysággal, vagy pontosabban magasabb intenzitással használják a tüzérséget, mert eddig vélhetően voltak problémáik a tüzérségi ellátással, ugye nem kapták meg az ukránok a kellő mennyiségben a lőszereket, ugye problémák voltak a lőszerellátással a nyugati oldalon, nem csak azért, mert a nyugat nem akart adni elegendő mennyiséget, hanem egyszerűen azért, mert nyugaton sem volt elegendő mennyiség ahhoz, hogy Ukrajnának átadja, és a kazettás lőszereknek az átadásával most megoldják azt a problémát, legalábbis rövid távon, hogy Ukrajna lőszerellátáshoz jut, és ugye most sokkal nagyobb intenzitással tudják használni a tüzérséget, mert hogy van elegendő lőszer. Az, hogy hosszú, de itt most elsősorban ugye a fronton érvényesül ez, tehát a Zaporizsia és a Donyecki területeken az orosz védelmi állásokkal szemben fogják használni ezeket a kazettás lőszereket. Elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjanak velünk a nézőink, mert hogy várjuk vissza önöket is, és Bendázsevszki Antonnal folytatjuk a háborús blokkunkat. Folytatjuk Anton Bendázsevszkijel a beszélgetést az orosz-ukrán fronton történtekről. Ugye ott tartottunk, hogy most tüzérségi erővel próbálják feltörni az orosz védelmi vonalakat az ukránok, bevetve most már. Nem is tudom, hogy bevetették-e már, vagy most már készenlétben vannak, tehát az amerikaiak leszállították ezeket a kazettás bombákat. Van hír arról, hogy már használták is, vagy mit lehet erről tudni, mikor fogják használni esetleg? Nem találkoztam még azzal a hírrel, hogy használták volna egyenlőre, ugye csak arról van szó, hogy elvileg már megérkeztek Ukrajnába ezek a lőszerek, de ugye főleg orosz oldalon hallunk most híreket a háború menetével kapcsolatban, Ukrajnában egy hírzárat van, általában viszonylag ritkán kommunikál az ukrán védelmi minisztérium, és ugye ilyen részletesebb információkat most leginkább orosz oldalon olvashatunk, de egyenlőre ott hír, nincs, tehát nem számoltak be róla.
Nincs viszont hír a Wagner csoport sorsáról sem. A Pentagon szerint ugyan ők hivatalosan így tudják, hogy már nem harcolnak Ukrajnában, és hogy nem is fognak talán. De mit lehet őről tudni, mi lett a szerepük a továbbiakban? Egymásnak ellentmondó hírek kaptak szárni, hogy az afrikai jelenlét, meg más egyéb országban való jelenlét miatt nehéz lenne őket végleg megszüntetni, felszámolni. Ugyanakkor nyilvánvaló Putyin számára, hát most egy elég kemény ellenfél, még hogyha most visszaondulott is fújt Prigozsin. Oroszországban úgy tűnik, hogy a Wagner csoport teljesen befejezte a működését, a toborzó irodáikat felszámolták, a főhadiszállásukat felszámolták, bezárták. Prigozsinnak az egyéb érdekeltségei, mint például a média csoportja, ugyancsak felszámolása alatt van, és az orosz védelmi minisztérium múlt héten számolt be arról, hogy a Wagner csoporttól átvették annak a haditechnikáját, több mint 2000 egység számban. Ebben ugye teherautók, páncélozott harci járművek, harckocsik, és még repülők is benne voltak ebben a mennyiségben. Tehát ugye ez azt jelzi, hogy a Wagner csoporttól még az eszközöket is elvették. Tehát nem csak a szervezetet számolták fel, de az eszközeit is elvették. Vélhetően bizonyos afrikai országokban a Wagner csoportnak a jelenléte még megmaradt, úgy mint például a Közép-afrikai köztársaságban, és vélhetően Maliban. Csak ugye kérdés, hogy ezeket a műveleteket egyébként ki fogja finanszírozni. Tehát, hogyha az orosz állam kiszállt a Wagner csoport mögül, még hogyha engedélyezte is a csoportnak a felmaradását ugye afrikai országokban, de a finanszírozás az azt gondolom, hogy létfontosságú kérdés lesz Prigozsin számára, hiszen elvesztette azt az alapot, amiből eddig az egész működést finanszírozták, és ugye a katonai fegyvereket is az orosz államtól kapták. Két héttel ezelőtt akkor pont arról beszéltünk, hogy azért neki rendkívül jól és nagyon széles körben beágyazott magas beosztású kapcsolati hálója és rendszere van világszinten, nem csak Oroszország felé. Tehát, hogy kérdés, hogy kell-e például emiatt aggódnia, vagy onnan ő azért meg tudja finanszírozni a csoportnak a működéséhez szükséges pénzek bejövetelét, hogy egyébként bármelyik más területen ők tudjanak háborúzni, nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, hogy... Hát egyfajta üzleti tevékenység is, ez persze, igen. Ez mondható, ez mert zsoldos seregről van szó, de hát azért ezek az üzelmek egy kicsit más értelmű. Nem olyan értelmű is van, és fontos, hogy tovább gödítsem a kérdést, hogy ugye az afrikai jelenlét az nem csak stratégiai jelentősége, hanem komoly nyersanyagok, gyémánt és egyéb ritka nyersanyagok beszerzési forrása is, vagy hát ennek tulajdonképpen ez az ára annak, hogy ők ott vannak, és úgymond segítenek a helyi erők. Ez abszolút így van. A Prigozsinnak a cégei, ugye a fő cége a Concord csoport, komoly érdekeltségekre tettek szert az afrikai országokban, ahogy ön is említette, gyémántbányák és más drágakő érdekeltségek. Tehát ezt a fajta befolyást Prigozsin növelte az elmúlt időszakban, de egy ilyen katonai csoportnak a működtetése azért nagyon sok forrást igényel, és nem vagyok benne biztos, hogy ezek az afrikai országok meg tudják fizetni ezt a működést. Tehát eddig a Wagner csoport az orosz ilyen szürke zónában működő fegyveres alakulat szerepét töltötte be, az orosz érdekeltségeket ugye segítette elő az afrikai országokban, az orosz befolyás növelését segítette elő az afrikai országokban. Ott, ahol hivatalosan az orosz erők nem léphették fel, oda küldték be a Wagner csoportot. És nyilván az orosz állam, amellett, hogy valószínűleg az afrikai országok is szponzorálták valamennyire ezeket az akciókat, de ugye a szponzorációnak a nagy része valószínűleg az ottani érdekeltségek kiépítésében zajlott, de a finanszírozás, az oldosoknak a bére, a haditechnikai eszközöknek a pótlása, javítása, ez mind az orosz államon keresztül zajlott. Tehát ugye ez lesz a nagy kérdés, hogy Prigozsinnak sikerül egyébként ezeket a műveleteket fenntartania, vagy az orosz állam finanszírozása nélkül is úgy tűnik, hogy ez a fajta finanszírozás az véget ért, hogy fent tudja tartani ezeket a csatornáit. Na hát itt egy másik szempont is, az előbb taktikáról beszélhetünk, most talán egy kis stratégia is lehet a másik irányból, mégpedig az kapcsolatban, hogy sokat szoktuk
hallani és buncolgatjuk, hogy meddig tarthat ez a háború. Most úgy néz ki, hogy Oroszország, legalábbis ez az álláspont hivatalos oldalról, csak a hosszabb távú háborúra szeretne berendezkedni, ezt pedig abból következtetik ki a hozzáértők, hogy több tucat fogolytábort építettek Ukrajna szerte, ami egyébként újabb jele lehet annak, hogy meg szeretnék hosszabbítani ezt a brutális háborút. Valóban erre lehet ebből következtetni, vagy egyszerűen arról van szó, hogy akkor a fogolyejtés mennyisége, mert ugye nagyon-nagyon sok katona életébe is kerül ez a háború, meg ugye foglyokat is ejtenek, hogy nem tudják a meglévő egységekben, hát hogy is mondjam, elszállásolni őket, és akkor szükségszerűvé válik ezeknek a táboroknak az építetése, de ez nem arra utal, hogy egyébként milyen hosszan kívánják az oroszok például fenntartani ezt a háborús állapotot. Én azt gondolom, hogy Oroszország most leginkább abban érdekelt, hogy a megszerzett területeket konzerválják, tehát újabb hódításokra vonatkozóan nem nagyon hallottunk nyilatkozatokat orosz részről, hiszen ennek valójában nincs sok realitása. Ugye Oroszország az év elején próbálkozott egy jelentős támadással, ugye az nem sikerült, most pedig ugye az általuk kontrollált és a nem kontrollált területek közötti sávnak az elaknásításával gyakorlatilag ugye az azt is jelenti, hogy ők lemondtak arról, hogy a következő időszakban támadó műveleteket végezzenek. Tehát én azt gondolom, hogy kevésbé van benne a pakliban az, hogy a következő időszakban Oroszország ugyancsak megpróbálja ilyen invázió jellegű hadműveletekkel. Nekik a legfontosabb feladatuk most a területeknek a megtartása és az ott élő lakosságnak a pacifikálása. Tehát ezek a jellegű katonai táborok, vagy ilyen a fogolytáborok ezt a célt is szolgálják, hiszen egyébként az általuk megszállt területeken elég erős az ukrán partizán tevékenység. Gyakorlatilag nem telik el olyan hét, hogy nem hallunk orosz rendőrparancsnokok, orosz kirendelt katonai parancsnokoknak a felrobbantásáról, meggyilkolásáról, ugye autóknak a felrobbantásáról vannak hírek, és vélhetően ezt a tevékenységet is próbálják felszámolni, és az ott élő ukrán lakosságot megpróbálják pacifikálni hosszú távon. Ez abszolút, ez egy hosszú távú stratégia, hogy ezeket a területeket próbálják integrálni az Orosz Föderáció kötelékébe. Ez az, ami az elmúlt időszakban eddig nem sikerült. Ön ugyan külpolitikai szakértő, de most muszáj magyar belpolitikai szempontból ide kapcsolódó kérdést, ha már a fogoly kérdésről esett szó. Ugye volt már egyszer egy tucatnyi fogoly, akit átengedtek, vagy Magyarország befogadott. Most újabb ilyen előkészületekről lehet hallani. Mit gondoljunk erről, és ez egyáltalán az ukrán fél beleegyezése, vagy vele van egyeztetés nélkül egyébként, tehát az oroszok magyar ajkú, vagy kárpátaljai magyar származású foglyokat engednének át. Mit lehet erről tudni, és jogilag ez mennyire van rendjén, és mit gondol egyáltalán erről szakértőként? Nehéz kérdés, mert a részleteket nem ismerjük erről az akkora, hogy pontosan kik adják át. Ugye elméletileg a hírek szerint az Orosz Ortodox Egyháznak a közbenjárásával kerülnek át kárpátaljai foglyok Magyarországhoz, majd pedig, ugye ahogy az előző ilyen fogoly cserénél, eddig a foglyok nagy része már visszatért Ukrajnába, egy része vélhető még Magyarországon van, de nem ismerjük a pontos körülményeit, hogy mi van ebben az alkuban, mit adunk esetleg cserébe, milyen gesztust gyakorlunk. Jogilag a dolog egyébként megállja a helyét, tehát nem az van, hogy nem tudom, Ukrajna beleegyezése nélkül tilos az ilyen jellegű diplomáciai manőverek. És az, hogy mondjuk az egyik fél azt mondja, hogy nem történt meg az egyeztetés, az valójában nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez nem történt volna meg. Tehát kommunikációs szinten azt gondolom, hogy van párbeszéd a felek között. És egyébként ilyen nemzetközi, ugye a fogolycserére volt példa máskor is, ugye, amelyben Ukrajna nem vett részt, ugye Törökország közbenjárásával, ugye az azovi foglyok, az Azovsztálnak a foglyai ugye Törökországba érkeztek tavaly valamikor a nyár folyamán, és ott ugye Törökország közbenjárása zajlott. Az, hogy most Magyarország milyen feltételek mellett
cseréli ki, vagy nem cseréli ki, hanem ugye csak megkapjuk, nincs csere a részünkről. Ezeket ugye a részleteket sajnos nem ismerjük egyelőre, ezek csak később lesznek. Még a jövőre nézve egy fontos kérdésről az utolsó másfél percen beszéljünk már. Ugye Oroszországban ez eléggé hosszú történelmi távlata van, gyakorlatilag kihalásos alapon öröklik meg, vagy lehet csak megszerezni a hatalmat. Ez Putyin esetében különösen így van. De az ő egészségállapotával, de Prigozsin egészségállapotával kapcsolatos hát eléggé súlyos hírek is elhangzottak, ami annyiból fontos, hogy egyrészt hát ez befolyásolhatja a háború folytatását, kimenetelét, de ugyanakkor az említett uraknak a mondjam, ítélő képességét, vagy esetlegesen szélsőséges esetben hát egy nagyobb hajlandóságát az ügyben, hogy mondjuk egy esetleg végzetes lépést tegyenek, itt gondolok akár annak a bizonyos piros gombnak a megnyomására vonatkozólag is. Mit lehet tudni erről az ő egészségállapotukról, és mi a realitása annak, hogy ez befolyásolhatja valóban döntő mértékben a háborút? Másfél percben. Már csak szűk egy perc van, túl rosszan kérdeztem, elnézést. Tehát az egészségi állapotról nem tudunk sokat, de ilyen hírek rendszeresen felmerülnek. Ugye sokáig a médiát uralta a hír, hogy Budanov, ugye ukrán külső hírszerzésnek a vezetője meghalt, vagy Zaluzsny, ugye meghalt, Kadirov egészségi állapotáról is rendszeresen vannak hírek. Ez információs hadviselésnek a része. Tehát amíg nem tudunk biztosat, addig fölösleges azzal kalkulálni, vagy arra számítani, hogy esetleg valami történhetne mondjuk Vlagyimir Putyinnal. Nincs okunk azt feltételezni, hogy valami komoly problémái lennének. Én ezt az információs hadviselés kategóriájába sorolom. Ami ugye esetlegesen az egészségi állapot, vagy a betegség és ugye bizonyos döntések meghozatalára való hajlandóságot illeti, szerencsére az orosz rendszerben sem egy oldalon történnek a döntések, tehát nem elég az, hogy Putyin eldöntse, hogy akkor nem tudom, nukleáris csapást mér Ukrajnára. Az orosz döntéshozatali rendszerben két másik jóváhagyásra is szükség van, jellemzően a úgynevezett nukleáris aktatáska az orosz vezérkari főnöknél és védelmi miniszternél van még. Tehát az ő döntésük is szükséges, az ő jóváhagyásuk is szükséges ahhoz, hogy Oroszország ilyen fegyvereket vessen be. Putyin önmagában nem tud ilyen döntést hozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt ma reggel. Köszönjük, Anton. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.